Köszöntöm kedves nézőinket, stúdió mai vendége, Keserű Sándor pedagógus, edző. Köszöntöm is a stúdióban. Köszönöm. A Magyar Kultúra napja alkalmából januárban Karcagváros sportjáért díjban részesült. Ugye hosszú idő telik el, miről az ember megkap egy ilyen díjat. Annak idején, gyermekkorában milyen szerepet töltött be a sport az életében? Gyakorlatilag abban éltünk, tehát az volt a szórakozásunk, hogy bicikliztünk, fociztunk, pingpongoztunk általános iskolában, középiskolában. Gyakorlatilag szerencsénk volt, minden télen tudtunk korcsolyázni, saját magunknak öntöttük a salakpályára a jeget és készítettük a korcsolyapályát. Nagyon tartalmas gimnáziumi sportéletünk volt. Volt ODK-s kör, országjáró diákok köre, volt sziklamászó szakosztályunk, én sziklát másztam Szlovákiában, Romániában, túrázgattunk. Röplabdáztam már gimnázium első osztályától, bekerültem egy olyan csapatba, ahol felnőtteknek voltunk, igazgató úréknak voltunk mi az ellenfelük, így gyakorlatilag 4 éven keresztül azzal a csapattal röplabdáztam. Különböző sportversenyekre jutottunk el velük. Szertornáztam a gimnáziumban. Innentől kezdve adott volt a dolog, hogy testnevelő tanárként szeretnék majd későbbiekben dolgozni. Tehát akkor ez már egészen a kiskorban, általános iskolás, középiskolás korban megfogalmazódott, hogy a testnevelés, a sport az élete szerves részét fogja képezni, igen. És így történt az elhatározás a tanári pálya felé. Tanárai, szülei, családja ebben hogyan támogatták? Szüleimnek nagyon tetszett az elhatározásom. Mindenben támogattak. Gyakorlatilag első alkalommal nem vettek fel képesítés nélkül, tanítottam egy évig, és úgy döntöttem, hogy nem pedagógus pályára megyek, tehát gyakorlatilag az alatt az egy év alatt inkább elmegyek fizikai munkát végezni, hogy kondiban maradjak. Édesapám még nem engedték, azt mondták, hogy már akkor kezdjem a tanári pályát. Nem én vagyok az egyetlen, aki képesítés nélküli pedagógusként volt az ismeretségi körben, és úgy gondolták, hogy akkor legalább belelátok a pedagógus munkájába. Első fél évben harmadikosoknak voltam napközis nevelője, második fél évben úgy hozta a sors, hogy földrajztás nevelés kellett tanítanom egy általános iskola felső tagozatában. Tehát beleérzett a tanári hivatásnak a szépségeibe is, meg a kihívásaiba is. Ez az időszak itt történt Karcagon, nem, vagy más településen? Sárét udvariban volt ez az egy év. Nagyon szép emlékeim vannak róla. Tényleg nagyon sokat tanultam az akkori igazgatótól, nagyon emberséges volt. Szerintem az is segített azon, hogy ezen a pályán maradjak. Diploma megszerzése után, ugye ott a kérdés, hogy hol helyezkedünk el, sikerült-e itt Karcagon elhelyezkedni rögtön a diploma után? Igen, a diploma után itt volt az első munkahelyem a Györf István általános iskolában. Egy barátom segítségével, illetve hát nem is unszolására, csak javaslatára jöttem és kérdeztem egy-két iskolában meg, hogy nincs-e szükség testnevelőre. Pánti Ildikó igazgatónő úgy döntött, hogy lát benne fantáziát, és gyakorlatilag 90-től ott dolgoztam 2002-ig, 12 éven keresztül. Milyen kihívásokat látott akkor, illetve most az általános iskolai testnevelés oktatásban? Én úgy gondolom, hogy abban az időben könnyebb dolgunk volt, amellett, hogy gyakorlatilag nem egy testnevelés tagozati iskolába kerültem, mert akkor a mai Kovács volt a testnevelés tagozati iskola. Nem a sport volt a központi, vagy a központja az iskolai tanulmányi munkának, hanem inkább szó szerint a tanulás. Viszont Pánti Ildikó igazgatónő úgy gondolja, láttam, tudta, hogy elkezdtem a úszással foglalkozni, úszóedzősködtem, és az ő ötletére alakítottuk meg, illetve hoztuk életre a Györfiben az úszó osztályukat. És olyan szépen, olyan sikeresen kapcsolódott az úszás meg az angol tagozat,
hogy én mondhatom, hogy nagy sikerrel indítottuk el, és egyre többen szép számmal jelentkeztek a szülők, gyerekek erre a tagozatra. Onnan jöttek az első igazán nagyobb, vagy olyan nagyobb sportsikereim, vagy sportsikerek az iskolában. Olyan csapatokkal tudtuk felvenni a versenyeket, vagy a versenyt, ahol napi két edzés volt. Mi már abban az időben csak heti kettővel, jó esetben hárommal tudtunk edzést tartani, ott már naponta kettő volt. És még így is voltak olyan gyermekek, olyan csapatok, akik országos döntőig jutottak el ilyen körülmények között. Úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek Pánti Ildikó kitartásának, illetve azoknak a szülőknek, akik támogatták akkor és ott a gyermekeiket, illetve hát az úszás, mint sportágat. Ugyan most már nem tanít a Györfi Általános Iskolában, hiszen Kisújszáráson tanít egy középiskolában, de az úszás oktatása az megmaradt az életében. Itt a városban sokan ismerjük és tudjuk, hogy időszakosan az Akászligát fürdőben úszás oktatást tart. Ez hogyan jött ez a kezdeményezése? Hát az úszás oktatása az gyakorlatilag párhuzamosan ment az edzősködéssel. Rájöttünk arra, hogy ahhoz, hogy évközben legyenek gyermekek, akik edzésre járnak, azokat fel kell készíteni, illetve meg kell tanulni, vagy tanítani a gyermekeket úszni, és onnantól kezdve, hogyha megszerették, meg a szülő is lát benne fantáziát, természetesen be tudja osztani a heti programját, napi rendjét úgy, hogy eljárjon edzésre is. Szívesen és szeretettel láttuk őket. Nagyon szép száma jártak gyermekek edzésre, úszóedzésre, abban az időben is, amikor átjártunk Ladányba, mert sajnos volt egy olyan időszak, amikor át kellett járjunk, de busszal vittük a gyereket, busszal hoztuk a gyerekeket. Szerintem az nagy élmény volt a gyerekek számára is. És úgy döntöttem, illetve hát úgy akkor láttuk, hogy kevés az edzés önmagában, ezt fel kell építeni, elő kell készíteni, és akkor a nyári időszakban megszerveztük a tanfolyamokat. És ez több szempontból is jó volt, mert a Györfiben az úszó osztályok azok másodévtől indultak, hogy az első évben gyerekek beszokjanak a iskolába, megszokják azt, hogy most öltözködni kell, megszokják azt, hogy cipőt kell fölvenni, és hogy ezt előkészítsük első és második osztály között, a nyári szünetben, ezeknek a gyerekeknek kezdtünk el kimondottan úszásoktatást tartani. És utána ennek híre ment, és egyre többen jöttek hozzánk az oktatásra. Azért beszélek többes számban, mert gyakorlatilag én rájöttem arra, hogy egyedül ezt igazából nem lehet, mert ha ketten dolgozunk, akkor már könnyebben tudunk differenciálni. Vannak olyan gyerekek, akik minden csoportban van, aki gyorsabban halad, van, aki ügyesebb, már előrébb jár, neki teljesen más feladatot kell adni, hogy élvezze és ne unatkozzon, mint annak, aki esetleg egy kicsit félősebb és lassabban halad. Úgyhogy mindig másod magammal dolgoztam. És egy idő után már nem csak gyerekeknek tartottak úszásoktatást, hanem bekapcsolódtak a felnőttek, a szeniorok is. Ezt önök kezdeményezték, vagy ez kívülről jövő kezdeményezés volt? Kolléganők kérdezték meg, hogy felnőtteknek miért nem tartunk. És akkor a sikere lett, hogy valóban gyakorlatilag felnőtt hölgyek, zömében hölgyek jöttek, de férfiak is látogatták az úszásoktatást. Tényleg nagy sikere volt, és nagyon sokan jártak. És örömömre meg is tanultak úszni, és viszonylag sokat látuk közülük az úszodában, még a mai nap is. Napjainkban hogyan telnek az edzések az úszodában a gyerekekkel, és részt tudnak-e venni versenyeken? Köszönöm a kérdést. Szeretnénk kitölteni a mi időnket is, meg a gyerekek idejét is tartalmasan. Próbálunk minél több időpontot megragadni arra, hogy edzést tudjunk tartani. Sajnos az elmúlt időszakban azért a covidos időszakot azt tudjuk, hogy nem rajtunk múlt a történet, és egy-két hónap kimaradt az edzések látogatásából. Ez ugye azért rányomja a tervezhetőségére a bélyegét az edzéseknek, tehát igazából hosszú távon nem tudunk, nem merünk tervezni. Ez látszik a úszóedzésre járó gyermekek létszámán is, mert általában szeptemberben, ahogy az előbb említettem, az úszótanfolyamról nagyon sokan maradnak ott, és gondolják úgy, hogy tetszik a történet. Aztán, hogy bezárt az úszoda, vagy kicsit változtak a körülmények, meg hogy haladunk, megyünk előre, és megyünk bele a télbe, a szülők egy része is rájön, hogy bizony itt azért oda kell figyelni, meg kell szárítani a gyermeknek a haját, hogy hazamenjen, és illetve haza tudjunk menni, és ne fázzon meg.
egyre sötétebb van, gyakorlatilag itt a gyerekeket, ide a gyerekeket hozzák a szülők, a nagyokat leszámítva. Úgyhogy itt szépen egy idő után elfogynak tél közepére, január-februárra megcsapan a létszámunk, aztán szépen megint, ahogy jön a jó idő, visszatalálnak hozzánk a gyerekek. Ennek ellenére van egy jó kis mag, közel 30 gyerekünk van, két medencében dolgozunk, az úszómedencében én foglalkozom a gyerekekkel, a tanmedencében Kun László kollégám foglalkozik a gyerekekkel, úgyhogy most közel 30 gyerekünk van a két medencére, értelemszerűen az úszómedencében úszó gyerekekkel tudunk versenyre készülni. Most van egy 2016-ban született kisfiunk, első osztályos, nagy reményeket fűzök hozzá. Gyakorlatilag ebben az évben a 2024-es naptári évre kiírt őkorcsoportját illető szintidőben mind a három 100 méter mellen, 100 méter gyorsan, 100 méter háton megúszta, már most megúszta a szintidőt, tehát gyakorlatilag az aranyjelvét már kipipálhatjuk erre az évre neki. Úgyhogy még most töltöttük be a január utolsó napjait, hogy most telt el a január utolsó egy-két napja. Akkor sok erőt, kitartást kívánunk a kisfiúnak és a felkészítőknek is, hogy mindezt több és szebb eredményt érjen el. Gyógytestneveléssel is foglalkozik. Igen. Ez milyen keretek között zajlik? Most már leszűkült a kör az iskolára, amelyik középiskolában dolgozom, Kisújszálláson, azokra a gyerekekre szűkült a kör igazából. Korábban voltam városi gyógytestnevelő is a mindennapi tanítás mellett, illetve volt egy nagyon szép időszak, amikor úszáshoz kapcsolódva fölfutott a gyógyúszók létszáma, akkor volt gyakorlatilag 18 év alatti csoportot gyógyúszást tudtunk megvalósítani a városban. Abban az 2007-2008-as időszakban közel 100 gyermekünk volt névsoron. Ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek hetente kétszer-háromszor megjelentek az uszadában. Szerintem az uszada forgalmán is látszott, viszont nekem visszajelzésként az volt a sokkal pozitívabb megerősítés, hogy volt olyan 17-18 éves lány, akinek lejárt a kezelőlapja, a következő kezelőlap kiírásaig, a vizsgálatig legalább egy hónap átfutás még volt, és jött, hogy jöhetne úszni, anélkül megvenni a belépőt, de szeretne jönni úszni, mert ő érzi, hogy amióta nem úszik, újra fáj a háta. Tehát ez nagyon, nagyon sokat jelent ezeknek a gyerekeknek. Ugye tanított általános iskolában, most középiskolában tanítja a testnevelést, illetve földrajzot is, de most itt a testnevelés szemszögéből. Hogyan látja a mai gyerekeket, a fizikumokat? Milyen az állóképességük, az egészségük? Hát sajnos az igaz, amit látunk, statisztikákat, van egy NetFit felmérésnek nevezett rendszer, amit általános iskolában, középiskolában végeztetni kell a gyerekekkel, ezt bevisszük egy számítógépes rendszerbe, ahol országos szinten össze tudják hasonlítani az eredményeket, így láthatja akár a gyermek, akár a szülő a gyermekének az eredményét, összehasonlításban, láthatja a saját osztályához, láthatja az évfolyamához, láthatja az intézményhez, láthatja a megyéhez, tehát nagyon klasszul meg van szerkesztve ez a program. Ennek akkor lenne értelme, hogyha valóban eszerint osztanánk, vagy adagolnánk a későbbiekben a terhelést. Visszatérve a kérdésre, sajnos azt látjuk, hogy egyre inkább gyengébb a gyermekek állóképessége, fizikuma. Ez a felmérés, ezt mutatja a legutóbbi statisztika alapján, 30 európai országot hasonlítottak, és 24-ek vagyunk a ranglistában, az állóképességi mutatókat illetően például. Úgyhogy napjainkban ugye mindennapos testnevelés van az iskolákban, tehát minden nap kötelező a mozgás, illetve a testnevelés óra. Tanár úr, lát-e esetleg megoldást? Hogyan lehetne ezen javítani? Hát én úgy gondolnám, hogy nem látok bele minden iskolának a infrastruktúrális hátterébe, hogy tornateremmel hogy állnak, amennyiben adott a tornaterem óraszáma, beférnek a gyerekek, beférnek az osztályok, akkor én azt javasolnám, hogy minél többet játszanak a gyerekek, játszanak. Az alsó tagozatot azzal töltsék el, hogy játszanak, használják ki a lehetőséget. Ha nem szerettetjük meg a gyerekekkel, és sajnos
azt kell mondjam, hogy bizonyos szempontból kötelezni kell őket, és az iskolai órakeret az valamilyen szinten kötelezné a gyermeket arra, hogy mozogjon. Na most, hogyha az a kötelező mozgás szórakoztató számára meg élményben gazdag, akkor szívesen fogja eltölteni, és akkor valóban megvan az öt mozgással töltött órája, de ha az nem annyira érdeklés, nem tetszik neki, akkor elmegy majd a kedve, és azt látjuk, én saját gyerekem a legkisebben látom, hogy szívesebben, vagy nagyon szívesen tölt el jó sok időt a mai számítógépes elektronikai kütyük társaságában. Eljár mozogni, de azt tudom, hogy a két nagy fű az sokkal többen mozgott. Tehát akkor nagy mértékben függ a tanároktól, a testnevelő tanároktól is, hogy a gyerekek hogyan állnak hozzá testnevelés órákhoz. Igen. Tehát itt a tanítókra is gondolnék, hogy alsó tagozatban, hogyha megszerettetjük a mozgást, a sportot, akkor én azt mondom, játszunk. Ha ügyesen közelítjük meg, akkor minden sportákhoz találunk játékos feladatokat. Uh-huh. És én azt mondanám, hogy az legyen a cél, hogy szeresse, tudja, ne az, hogy most is elnézést kérek, ha valakit megsértek, mondjuk második osztályban, vagy harmadik osztályban fejenállást tanítsunk, vagy kézenállást. Nem vagyok benne biztos, hogy kellően meg vannak erősítve azok az izmok, amik kellenek. Én tornával is foglalkoztam, tehát én tornaedzői végzettséggel kerültem ki a főiskoláról, utána jött az, hogy én úszással foglalkozzam. Gyakorlatilag tornaedzőként mondom, meg látom az, hogy nagyon sokat kéne ahhoz erősíteni, hogy tényleg bátran hozzámerjünk fogni egy fejálláshoz, vagy egy kézálláshoz. Játszanak. Labda, különböző sportszerek nagyon hatékonyak tudnak lenni. És a gyerekek hogyan állnak a testnevelés órákhoz, középiskolás gyerekek? Változó. Megint attól függ, hogy milyen a szülői háttér. Nagyon sok nem hoz felszerelést. Vannak olyanok, akik nem feltétlen szeretnének beállni utcai ruhában dolgozni, megtaláljuk a módját, hogy mozogjanak. Viszont én nem panaszkodom, mert azok az osztályok, ahol én tanítok, valahogy, ha nem is teljesen egységes sportfelszerelésben, de váltó ruhában jönnek be. Innentől kezdve bátrabban mozognak, bátrabban sportolnak, és úgy látom, hogy szívesen játszanak. Megkeresem azt, hogy megpróbálom megtalálni azt a mozgásformát, ami tetszik nekik. Középiskolásokról van szó. Tény, hogy azért mellette kell kötelezően olyan dolgokat is végezni, ami nem biztos, hogy tetszik nekik. De ha olyan értékelési módot választok, amivel tudom esetleg motiválni őket, és nem a kedvüket elvenni, akkor én azt látom, hogy mozognak. Tehát én bátran adok 3-4-5-ös is egy testnevelés órán, hogyha olyan a teljesítmény. És azt szoktam mondani, hogy mindenkit magához mérten osztályozok. Az elején nem nagyon akarták, meg akarják elhinni, főleg a 9-esek nem, hogy így működik a történet, de egy fél év után rájönnek, hogy hoppá, tényleg. Hát nem azt nézi, hogy most mennyivel futottam rosszabbat vagy jobbat, mint a másik, hanem magamhoz képest mit tudok teljesíteni. Hát tanár úr, én kívánom azt, hogy ebben a digitális környezetben mindig megtalálja azt a motivációt a testnevelés órákon, illetve az edzéseken, hogy a gyerekeket ki tudja billenteni a számítógépek bűvköréből, és hogy mozogjanak minél többet. Ugye ehhez nagy kreativitásra van szükség, meg kitartásra, meg hitre. Hitre, hogy hinni benne, hogy igenis ön tud egy kicsit változtatni ezen a területen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra.